Az egész egy sétával indult. A négy emeletes házak között a szűk, aszfaltozott utcákon a kutyáknak nem volt elég tér futkosni. A környékbeli gazdik inkább a telep mögött, a patakpartra hordták őket, és már az ösvény elején lecsatolták róluk a pórázt. Látásból mindenki ismerte a többieket, és rendszerint egymásra is köszöntek a füttyentgető, botot haigáló gazdik, vagy legalábbis biccentettek a szembejövőnek. A kora reggeli futtatók után 10 körül következtek a kényelmesebb, délelőtti sétáltatók a szeniorkorú kutyákkal. Az acskósok néma megvetéssel figyelték azokat, akik ott hagyják a kutyaürüléket, de hangos szóváltás soha nem kerekedett, még akkor se, ha a kutyák nagy ritkán összekaptak. A nő este mindig 10:30-kor film után sétáltatott. Reggel rendszerint a férje vitte le a vizslát, délben meg a lányuk. Egyik nap, amikor a levegő szinte már tavasziasan enyhe volt, ismeretlen, magas férfit pillantott meg a kutya futtatón. Az illető szokatlan fazonú, hosszú kabátot és kalapot viselt, amiben kirít a melegítős dzsekis futtatók közül. Nem itt lakik, gondolta a nő, és nevetségesnek találta, hogy valaki éjjel 11-kor kalappal a fején sétálgasson. Egyáltalán az egész pasas szimpadias benyomást keltett. Másnap megint ott volt a kutya futtatón. Mosolygott a nőre, mint vizslás a vizslásra. Kedves, magabiztos hangon megkérdezte, hány éves a kutyus. A nő válaszolt, hogy 10, aztán elmesélte, hogy hogyan hozta haza annak idején a lánya a kölyök Dodót egy osztálytársától. A férfi kutyáját Aminak hívták, és már 11 éves volt. Őszült a pofája. Visszafordultak az ösvényen, végigmentek rajta még egyszer, és mire a nő hazaért a sétáltatásból. Otthon már minden szobában sötét volt. Maga is meglepődött, hogy 00:30 mutatott az óra. Később, amikor visszagondolt ezekre a napokra, hetekre, próbálta magában megkeresni azt a pontot, amikor az érzés, amit még nem mert megnevezni, megszületett, de képtelen volt egyetlen pillanathoz kötni. A szerelem lassú bontakozását inkább valami feltartóztathatatlan elmozdulásnak érzékelte, mint amikor földlemezek közelednek egymáshoz baljós morallyal 10 milliméterenként. Egy hónap múlva már ezek az esti séták jelentették a napok értelmét. Ezekre lehetett gondolni ébredéstől sötétedésig. A vágy, hogy lássa a férfit, erősebb volt mindennél. Erősebb volt fiatalkorának sodró erejű szerelmeinél, erősebb minden józan megfontolásnál, a beépített fékeknél, amelyek házassága 26 éve alatt megóvták a komolyabb kisiklásoktól. A szabályokat úgy állították fel, és tartották be, hogy valójában meg se állapodtak bennük. Az első kimondatlan szabály az volt, hogy kizárólag kutyás témákról beszélgethetnek egymással. Ki hova jár állatorvoshoz, szoktak-e tápot venni, melyik bolhaírtó a legjobb. Mindent ezeken a történeteken keresztül kellett elmondani, soha nem terelődhetett a szó a személyes dolgokra, családra, pláne nem érzelmekre. A második szabály az volt, hogy nem keresik egymást soha más napszakban. Se a kutyafuttató ösvényen, se telefonon. A harmadik pedig az, hogy nem érnek egymáshoz. Bárhogy vágyjanak is rá. És persze soha nem mennek el arra felé, ahol a másik lakik. Nem nézegetik a kaputelefonon a neveket. Nem pillantanak fel a kivilágított ablakokra. Nem. Egy egész év telt el így, ebben a különös tébolyban. Voltak közben ünnepek, nyaralások, szünetek, de az újabb és újabb találkozások alkalmával teljes természetességgel folytatódott minden. A nő néha megpróbálta elhitetni magával, hogy ez az egész nincs is, hogy ez nem egy létező viszony, csak az ő képzeletének kivetülő játéka, a férfi pedig nem több rokonszenves ismerősnél, akivel el lehet beszélgetni. Máskor, ha az öncsalás nem működött, ha délben már szinte összegörnyedt a fájdalmas és kilátástalan vágyakozástól, azt próbálta megfejteni, mi sodorhatta őt ebbe az érthetetlen zsongító függésbe. Szerette a férjét. Boldogan, de legalábbis harmonikusan éltek a már egyetemista korú lányukkal, és a házasságuk egyáltalán nem volt unalmas vagy kiüresedett. Korábban is megesett, hogy megtetszett neki valaki,
Sőt, tudott róla, hogy a férjének is volt egy rövidebb viszonya, de soha eddig külső kapcsolat nem szivárgott be ilyen mélységig a közös életükbe, és nem itatta át ennyire a nap minden pillanatát. Hagyjátok ezt abba. Mondta egyszer csak a férje lefekvés után a sötétben, minden előzmény nélkül, mint aki tudja, hogy a másik se alszik. Mit? Gondolta a nő. Tényleg nem volt mit abba hagyni. Nem folytatni viszont egyszerűen nem lehetett. A nő sejtette, hogy ha létező kapcsolattá billenteni ezt a szerelmet, azzal egyúttal le is mondana róla, hiszen a láng csak ebben a kis zárt térben lobboghatott ilyen erővel. A hirtelen szabadság húzata azonnal eloltotta volna. Nem válaszolt semmit a férjének. Hallgattak nyitott szemmel, álmatlanul. És ment minden tovább. Esténként a kalapos ember a patakparton várt az ösvényen. Mentek egymás mellett összehangolt léptekkel, és nézték, ahol neki iramodó, hol megtorpanó kutyákat. Aztán valamikor ősszel, az első fagyok idején, amikor este már téli kabátot és sálat kellett venni, a férfi egyedül, kutya nélkül áldogált az ösvény elején. Várta a nőt, aki csak rápillantott a kezében tartott nyakörre, és nem kérdezett semmit. Dodó is odaszaladt hozzájuk, érezte, hogy valami történt. Szimatolt, elindult, de többször is tanástalanul visszafordult, hát ha az a másik kutya mégiscsak megjelenik. Rövid kört tettek csak a patak mentén, sokkal rövidebbet a szokásosnál. Fújt a szél. Amikor visszaértek a sarokra, a férfi átnyújtotta a nőnek a halott ami nyakörvét. A nő legszívesebben belebújt volna, hogy kössön rá egy pórázt, és vigye magával, mindegy hová, valahová. De aztán csak intett a fejével a saját kutyájának. Gyere, mondta neki. Hideg van. Vége a sétának. Nem arra, haza.